Szigetvári Viktor a vendégem, jó estét kívánok! Estét kívánok! Tényleg nincsenek meg a jelöltjeik? Megvannak a jelöltjeink természetesen, és egyébként erről az elmúlt mondjuk két hétben, miután az MSZP választmánya felhatalmazást adott tárgyalók számára, hogy tárgyaljon velünk, sokat beszéltünk is Tóbiás Józseffel és Molnár Zsolttal. Szerintem megfelelő ütemben jól haladnak a tárgyalások, hogy egy kormányváltó választási szövetséget össze tudjunk hozni. Biztos vagyok abban, hogy jövő héten meg tudunk állapodni a választási program kulcspontjairól, ami egy későbbi közös kormányprogramnak az alapja lehet, és abban is elég jól haladunk, hogy a jelöltállítási ügyekben milyen elvek szerint és egyébként milyen emberekkel tudunk együttműködni. Innentől kezdve én kicsit szomorúan láttam a mai sajtót reggel, amelyben tényleges tárgyalásokon elhangzó információ cserével tökéletesen ellentétes MSZP-s álláspontok, vagy MSZP-snek vélt álláspontok jelentek meg. Szerintem senkinek nem érdeke, hogy Simics Kalajos és Orbán Viktor kottájából egyébként pontlatlan információk jelenjenek meg, miközben akár Tóbiás Józseffel, akár Molnár Zsolttal, akár Szakács Lászlóval nagyon jó hangulatban mennek a tárgyalások előre. Na tehát valaki nem mond igazat. Ön az előbb azt mondta, amikor megkérdeztem, hogy megvannak-e a képviselő jelöltjeik, akkor azt mondta, hogy természetesen megvannak. Mesterházi Attila, amikor ma az önök gyakorlatilag felszólítására, hogy izgalommal várják az MSZP-től, vagy türelmetlenül várják az MSZP cáfolatát ezzel kapcsolatban, Mesterházi Attila azt mondta, hogy a pártszövetség egy választókerületi koordinátorok listáját kapta meg, vagy küldte el az MSZP-nek, tehát nem a jelöltekét, és nem 106-ot, hanem 90-et. Fontos erről is beszélni, és az is akarok erre válaszolni, mi pénteken, ahogy ezt egyébként megígértük, át fogjuk ezt a listát küldeni, az egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeinek a listáját. De csak hogy értse, például hétfőn, amikor volt egy egyeztetés az MSZP tárgyaló delegációjával, még érdemi kérés hangzott el az MSZP részéről, hogy hogyan pontosítsuk ezt a listát. Mert természetesen mi is nagyon pontosan tudjuk, hogy miközben az ország meghatározó részén, szerintem ez egy nagy siker az Együtt Párbeszéd Magyarországért Szövetség részéről, hogy gyakorlatilag szűk fél évvel a létrejöttünk után 90 választókerületben nem egy ember, nem két ember, hanem sok-sok aktivistánk van. És egyébként pont két hét múlva még további 5 választókerületbe fog megalakulni. Jelöltjük is van? Jelöltjeink is vannak természetesen. Gyakorlatilag... De 106 jelöltjük van? 90, ugyanennyi jelöltünk tud lenni. 90 jelöltjük sosem van. Állítottuk. Nagyon fontos, hogy szerintem mindenki pontosan tudja, hogy mivel elkezdődött egy választókerületi együttműködés, illetve elkezdődött egy megállapodás, sem nekünk, sem az MSZP-nek nem lesz 106 jelöltje. Innentől kezdve csak embereket teszünk tönkre, és embereket lehetetlenítünk el, hogyha mi 106 embert publikálunk, mi egyébként ott, ahol jelen... Nem publikálni kell, hanem az egyeztetéssel. Mindenki leteszi a 106-os listáját, legalábbis én ezt így képzeltem el. Nem mondták, hogy így csinálják, csak valamilyen oknál fogva én ezt így képzeltem el. Ezt fogjuk tenni. Hozzák. Önök a 106 jelöltjüket hozzák, a szocialisták a 106 jelöltjüket, és akkor ahhoz kell józan belátás, egyetértés, együttműködés, hogy megnézzük, hogy kinek van nagyobb esélye. Józsinak a 6-os kerületben, a PM jelöltjének, vagy Pistának a 6-os kerületben az MSZP jelöltjének. És hogyha Pistának, akkor Pista indul, ha másik kerül Józsiak, akkor Józsi indul. Ez fog történni. Egyébként két dolgot kért az MSZP az utolsó tárgyaláson. Egyrészt kérte, hogy mutassuk be, hogy van egy szervezetünk az egész országban. Ebben az ügyben volt információcsere, mi ezt megtettük. Egyébként azóta, hogy mi ezt átküldtük az MSZP-nek, nagyon normálisan az ország számos területén volt kapcsolatfelvétel a szervezeteink között, hiszen mind az MSZP, mind mi tisztában vagyunk abban, hogy egyedül nem tudjuk leváltani Orbán Viktor kormányát. Koordinátorok listáját küldték. Nem igaz, választókerületi vezetőknek a listáját küldtük át. És de egyéb... ők nem azonosak a jelöltekkel, azonosak? Nem, de nem is mondtuk, és annyit mondtunk, hogy a jelöltek listájáról, mert hangsúlyozom, folyik ebben párbeszéd az MSZP-vel, ők kértek, például azt kérték, mondok egy példát, hogy azt kérték, hogy Budapesten, ha lehetséges, ne minden egyes választókerülethez adjunk meg embereket, hanem azt kérték, hogy adjunk meg olyan embereket, akiket Budapesten szeretnénk indítani, mert hiszen az MSZP tárgyaló delegáció velünk egyetértve pontosan tisztában van azzal, hogyha beütünk, betonba öntünk embereket egyik vagy másik választókerületre, azzal csak ellehetetleníteni lehet a megállapodást. Nyitva állunk arra, hogy emberekről beszéljünk, a korábbi ígéretekkel összhangban péntekig átküldjük a listát, egy probléma van. Semmi olyan nem hangzott el a részünkről soha, hogy ezt nem küldenénk át az MSZP-nek, ezért vagyunk szomorúak, hogy egyébként most már a tárgyalások során, miközben mi nem beszélünk nyilvánosan, önnek se beszéltünk erről, Bajnai Gordon se beszélt erről, hogy hogyan, miként halad előre egyébként jó ütemben, és most már kellően gyorsan a tárgyalási folyamat, hogy egyébként milyen kérdésekről folynak viták. Hát a Mesterházi Attilára rákérdeztek, de hát önök is meg...
szólították őt a közleményükben, amit az előbb idéztem, hogy türelmetlenül várják az MSZP cáfolatát. Szóval Mester Rázi Attilára rákérdeztek az újságírók, és azt mondta, hogy jelölt névsort kért az MSZP az Együtt PM szövetségtől, ez azonban nem érkezett meg. Helyette a pártszövetség a választókerületi koordinátorait nevezte meg, körülbelül 90 politikus. Akkor itt valami félreértés volt? Ez is megtörtént, és ismétlem. Pont éppen múlt héten lemondott. De még a jelölteket nem küldték át, Mester Rázi meg ma nyilatkozta, hogy kérték, és még nem küldték át. Tehát mint a valami félreértés. Kérték a listát, és mi egyébként hétfőn ebben a tárgyalásban én veszek részt, és Karácsony Gergő a részünkről. Egyértelműen megmondtuk, hogy természetesen átküldjük. Nekünk ma volt egy elnökségi ülésünk, ebben az ügyben döntéseket hoztunk, és ígéretet tettünk már egyébként hétfőn, ezért nem értjük a sajtóban megjelent információk mögötti türelmetlenséget, hogy pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy mekkorák vagyunk, milyen megállapodást lehet kötni, ebbe az irányba jól haladunk. Pénteken a maga természetes módján át fogjuk küldeni az egyébként szerintem számos választókedben kiváló és alkalmas egyéni országgyűlési képviselő jelöltjeinket, és ahol meg nem mi fogunk jelöltet állítani, az elmúlt hétvégén is, a jövő hétvégén is arra tréningeljük az aktivistákat, akik szerencsére több mint 10 000-en vannak már, hogy az MSZP-s egyéni jelölt kampányát majd segítsék. Mi nyitva állunk erre, jó megállapodást szeretnénk kötni, mert egy olyan széles választási együttműködést kell összerakni, amely visszarángatja az országot egy normális útra, és ebben mi eltökéletek vagyunk. Soha nem mondtuk, hogy nem küldjük át a jelöltet, nem értjük ebben a sürgetést. Van egyfajta eltérés az MSZP tárgyalási álláspontja, és abban, ami egyébként, most nem Attilára utalok, de névtelen szivárogtatásokban megjelenik sajnos, Orbán Viktorhoz kötődő, Simics Kalajoshoz kötődő lapokban. És ebben mi nem vagyunk érdekeltek, hiszen nem arról kell beszélnünk, hogy hogyan... Ez az MSZP oldaláról történt ez a szivároktatás. Ott volt a PM és az MSZP, önök nem szivároktattak, ráadásul saját magukra nézve nem túl pozitív híreket, hát akkor csak az MSZP szivároktatott. Ezt mondtuk egy mai reggeli közleményben, mert ma számos hír jelent meg, miközben az elmúlt napokban, hangsúlyozom, akár a szakpolitikai egyeztetésben, akár a jelölti ügyekben érdemi előrehaladás történt, mert mi azt szeretnénk, mondok egy példát, és ezt engedje meg, hogy persze emberekről is kell beszélni. Hangsúlyozom, sok helyütt szerintem az MSZP-nek vannak kiváló jelöltjei, sok helyütt szerintem nekünk vannak kiváló jelöltjeink. Pontosan tudjuk, hogy ebben kompromisszumot kell kötni, mi készen állunk erre, de azt is szeretnénk, és ebben számos kiváló javaslatot tettek az MSZP-s tárgyalók, hogy milyen elvek szerint válasszuk ki ezeket az embereket. Mi azt szeretnénk, hogy jövő héten kedden, amikor lesz egy következő tárgyalás, már mindenki lássa egymás jelöltjeit, lehessen dönteni a jelöltek kérdéséről, és augusztus 31-éig be lehessen fejezni a jelöltekről szóló tárgyalás, mert ősszel legyen bár MSZP-s jelölt, legyen bár Együtt részéről érkező jelölt, vagy a Párbeszéd Magyarországért párt részéről közös kampányt kell kezdeni. És azok a kiszivárogtatások, amely a Simics Kalajos lapjában történnek, névtelen forrásokból, szemben egyébként az MSZP tárgyalási pozíciójával, amikor ők maguk kérnek, hogy milyen módosításokat végezzünk el mondjuk egy jelölti listában hétfőn, akkor nem tudtuk volna múlt hét pénteken átküldeni. Most félreértették egymást, vagy mi történt? Én azt gondolom, hogy azokkal, akikkel mi tárgyaltunk, pontosan tudjuk, hogy miről beszéltünk. Mondok önnek még egy példát, ezt kérem engedje meg. Elhangzott a mai Népszabadságban, hogy mi tettünk arra javaslatot, hogy a 106 választókerületet 4 kosárba csoportosítjuk. Baloldali, jobboldali és különböző csoportokba billegő választókerületek. Ez szerintem egy szakmai elemzéssel elvégezhető. A tárgyalásokban egyértelműen elmondta az MSZP tárgyaló delegációja, hogy ez egy teljesen rendben levő javaslat. Azt kérték, ez szerintem teljesen természetes, hogy olyan szakmai elemzéseket ők is tehessenek hozzá, hogy egyes választókerületek hol vannak. Ezzel szemben ma azt olvasom a Népszabadságban hivatalos MSZP-s vezetéshez kötődő forrásokból, hogy elfogadhatatlan ez a dolog. Ezeket szerintem nem a Népszabadságban kell megüzzenni. Miközben a tárgyalásokban jól haladunk, jövő héten számos kérdésben előre lehet lépni az Orbán kormány leváltása érdekében, hogy az a 600 000 szavazó, aki nálunk van, és az a több mint 1,3 millió, aki az MSZP-nél van, végre szervezetileg is összefogjon és közösen dolgozon a kormányváltásért, megzavarodik ezektől a dolgoktól. Hát. Nem szabad ilyen híreket kiszivárogtatni, és a tárgyaló asztalnál kell tárgyalni. És aztán, ha megállapodás van, biztos vagyok benne, hogy Gordon is, Attila is itt fog ülni az ön stúdiójában, és el fogják mondani, hogy mire jutottunk. Van szervezetünk, vannak embereink, de nem ellehetetleníteni kell a megállapodást, hanem jó megállapodást kötni, hogy győzhessenek az egyéni jelöltek. Na hát ez most már csak önökön múlik, hogy mi szivárok, ki szivárok, tehát ki nem, ki hogyan tárgyal. Ha ide üljön a két illető, akit megnevezett, nagyon várom, hogy ki mit mond majd egy asztalnál, tehát egy vitának szívesen lennék a részese vagy levezetője. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon köszönöm, viszont.